Méltó környezetben, a Károlyi Kastély főépületének báltermében kapott helyet az az időszaki díszbaba kiállítás, melyet március 11-éig tekinthetnek meg az érdeklődők. A gyűjtemény mintegy 500 babából áll, amelyek az elmúlt évszázadok főként női divatját tárják a látogatók elé. A babák készítője nem csupán a ruhák valósághű kidolgozására ügyel, külön egyéniséget és arcot képzel munkái mögé. Ez a több mint 50 darabot számláló gyűjtemény egy nyíregyházi hölgynek a gyűjteménye, ő készíti, ő egyébként szakmája szerint építész, és évek óta most már azzal foglalkozik, hogy díszbabákat készít, egyébként teljesen korhű öltözetekben láthatjuk őket, a reneszánsztól egészen a 20. század első feléig mindenféle divattörténeti viseleteket hordanak. Úgy, ahogy a viseletek, hogy az arcoknak a karaktere is egyedi, nincs kétett forma arcú. Az időszaki kiállítást ezen a hétvégén egy gyermekprogram is kísérte, melynek keretében a kicsik megtekintették a kiállítást, és a divattörténelmet is megismerték. Ezen tematika mentén a következő áprilisi gyerekprogram a 19. századi öltözékeket veszi górcső alá a Fehérvár csurgói Károlyi Kastélyban.